Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Négy szem közt című műsorunkat látják, és a mai nappal egy kicsit specializálódik ez a műsorsorozat, ugyanis az elkövetkezendő hetek Négy szem közt műsoraiban a regisztrált országgyűlési képviselőjelölteket mutatjuk be. Szándékaink szerint a nyilvántartásba vétel időpontjának sorrendjében, de természetesen amennyiben a jelöltek egyéb elfoglaltságai befolyásolják a rendelkezésre állási lehetőségüket, akkor ezen változtatunk rugalmasan és esetleg helycserével jelennek meg a jelöltek. Ez első esetben könnyű dolgunk volt, mert dr. Jánosi György, aki elsőként került nyilvántartásba vételre, mint országgyűlési képviselőjelölt, tudta vállalni az első alkalmat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát nagyon-nagyon hamar összegyűjtötte a kopogtató cédulákat, illetve gondolom más is hamar összegyűjtött megfelelő mennyiségűt, de nagyon hamar is adta le ezeket. Már a helyi választási bizottságnak az alakuló ülésén ott voltak ezek a jelölő szelvények, és dönteni tudtak az ön nyilvántartásba vételéről. Miért tartotta fontosnak, hogy ilyen hamar meglegyen mindez? Egyrészt, mert tényleg gyorsan összegyűlt, nem csak a munkatársaink, a segítőink gyűjtötték, hanem nagyon sokan hozták maguktól. Az utcán megállították, kezembe adták, behozták az irodánkra. És hát volt még egy oka annak, hogy igyekeztünk leadni minél előbb, hiszen a cédula gyűjtés megkezdésétől számított. Egy hét múlva volt a kongresszusa a Magyar Szocialista Pártnak, ahol programot fogadtunk el, miniszterelnök jelöltet állítottunk. És hát próbálta minden egyéni képviselőjelölt akkorra összegyűjteni a cédulákat, hogy a kongresszuson már be tudják jelenteni, hogy készen állunk, szinte mind a 176 választó körzetben a képviselőjelöltjeink regisztrálva lettek. Azóta gondolom kiegészült a kör, hiszen lezárult a jelöltállítás. No, hát térjünk rá beszélgetésünk lényegi részére, ami egyfajta bemutatkozás kell legyen ez esetben, bár önt, mint az előző 4 év országgyűlési képviselőjét elég sokan ismerik Érdvárosban, illetve a 8-as számú választókerület másik két településén is. És azt is tudják, hogy néhány évvel az előző kampány előtt lett ön érdi lakos. Mára mennyire érzi magát Érdinek, hiszen ide nagyon sokan települnek, és nagyon sokan maradnak szívben mondjuk budapestiek, vagy máshova tartozók. 8 éve élünk a családdal Érden, 98-ban költöztünk ide. Nagyon megszerettem ezt a várost, és azt hiszem, hogy most már ez az utolsó állomás a család életében, hiszen én sokáig éltem Szekszárdon, aztán az egyetemista éveimet Debrecenben töltöttem, visszakerültem Szekszárdra, és 90-től, amióta a nagy politikába kerültem, hiszen 90-ben lettem alelnök a Magyar Szocialista Pártnak, 90-től 98-ig, noha állandó lakóhelyem Szekszárdon volt, de lényegét tekintve Budapesten éltem. 98-ban költöztünk ide, és azzal a szándéka, hogy végleg letelepedünk. Ismerkedtem a várossal, nagyon sok embert megismertem, nagyon sok barátom lett. Most már Érdinek érzem magam. Látom a város gondjait, problémáit, tudom, mit kellene tenni, tudom, miben kell segíteni, és tettem is ezt, amennyire erőmből tellett, és szeretném tenni a következő 4 évben is. Mit szeret Érdben? Mi volt az a legfontosabb érv, ami amellett szólt, hogy Érden telepedjen meg, és hogy úgy gondolja, hogy most már itt is szeretné leélni a hátralévőt? Mindenek előtt a kertvárosias jellege. Az, hogy olyan családi házakban tudnak élni emberek, ahol csönd van, béke van, nyugalom van, ahol a zöld növényzet még megvan, madarak megvannak. Ezek nagyon fontos momentumok az ember életében, hogy délután, hétvégén ki tud ülni a kertbe, ki tud ülni egy teraszra, tud gondolkodni erről, arról, amarról. Nincs ez a zaj, nincs ez a kosz, nincs ez a por, ami a nagyvárosokat általában sajnos jellemzi. Én Budapesten soha nem tudtam volna élni. Mondtam, 8 évet ott töltöttem, de soha nem szoktam meg. Itt ezt a várost, főleg az érdligeti részt, ahol lakom, pillanatok alatt szerettem meg, szoktam meg, és szeretek itt élni. Most 4 évvel ezelőtt önt ennek a körzetnek az országgyűlési képviselőjévé választották, és én akkor tapasztaltam, hogy a város lakóiban nagyon komoly várakozások voltak azzal kapcsolatban, hogy kormánypárti képviselőjük lett, olyan
valaki, akinek szava is van a kormánypárton belül, illetve hogy fél évvel később még a város polgármestere is ugyanabból a pártból került ki. Mindenki sokat várt ettől a helyzettől. Ön szerint mit sikerült elérni, és mit nem? Nagyon furcsa ellentmondásos a helyzet, hiszen az első benyomásom 8 évvel ezelőtt az volt, hogy Európa talán legnagyobb faluja ért, amely óriási hátránnyal küzd, óriási hátrányból indult más településekhez képest. Ha csak a csatornázottságot nézzük, ha csak a szilárd burkolatú úthálózatot, ha csak az infrastruktúrát, akkor bizony óriási az elmaradás. Ez azért ellentmondásos, mert az egyik oldalon könnyű, látványos lépéseket tenni, hiszen ahol nagyon nagy a lemaradás, ott minden apró dolognak tudnak örülni az emberek. Ugyanakkor van egy másik oldal is a dolognak, hogy akkora a hátrány, hogy bármennyit tesz az ember, még mindig érzékelhető ez a hátrány. Tettem, amit tudtam. És azt gondolom, és ezt realitással mondom, hogy az elmúlt 4 évben több minden történt itt ebben a városban, mint a rendszerváltás óta eltelt időben együttvéve. Ha csak az állami forrásokat nézzük, 4-5 milliárdnyi költségvetési pénz jutott ide a településre. Van, amelyik pályázati úton, van, amelyik központi költségvetési alapból, van, amelyik a MÁV kasszájából, de hát az is nagyrészt állami forrásokat mozgat. Az infrastruktúra fejlesztésben nagyon léptünk előre. Az M7-es ingyenessé vált Érdig, épül az M6-os, ami hihetetlen vonzerőt jelent befektetőknek, akik munkahelyeket teremtenek, adót fizetnek be a városba, a város kasszájába, és hát ez növeli a város mozgásterét is. Munkahelyek is teremtődtek, 400-500 körül ebben a körzetben. Új épületek keletkeztek, egy új városközpont kezd kialakulni, a Stop Shop áruház, az új buszpályaudvar, vagy ami most éppen zajlik, a vasúti aluljáró építése, ezzel együtt a MÁV vonalak felújítása, a vasútállomások teljes körű felújítása. Ezek mind-mind infrastruktúrában jelentkeztek, és egy kicsit komfortosabbá teszik az itt élők számára a központot. A biztonság szempontjából is sokat kellett tenni, hiszen eldőlt, hogy végre önálló rendőrkapitányságunk lesz, már korábban átadtuk az új tűzoltó laktanyát, körülbelül 20 fővel nőtt a rendőri állomány létszáma, amely itt a közbiztonsági mutatókat figyelembe véve nagyon komoly teljesítmény. És a humán infrastruktúrába is elég sok pénzt sikerült mozgatni, hiszen a Kőrösi iskola felújítása, vagy az internetes önkormányzatra megkapott 600 milliós fejlesztési források, amik nagy része uniós pénz már, ez mind-mind modernebbé, városiasabbá teszi a települést. És hát az egyik legnagyobb dolog, amit azt hiszem sikerült elérni, hogy végre megyei jogú város lett Érd. A létszám alapján ez indokolt volt, és ez újabb lehetőségeket fog megnyitni, persze újabb kötelezettségeket is. Kérdés második fele pedig arra vonatkozott, ugye, hogy mit tart legnagyobb kudarcnak, mi az, amit szeretett volna elérni, és mégsem sikerült. Hát adósságunk, én azt hiszem, a korábbi ígéreteinkhez képest éppen a csatornázás és az út területén mutatkoztak meg. Mindent elkövettünk, próbáltuk már az előcsatlakozási alapból, az ISPA-ból megszerezni az ehhez szükséges forrásokat, de nem jutottunk dűlőre Budapesttel. Ha úgy tetszik, Budapest keresztbe feküdt a dolognak, mert nem a dél-budai szennyvíztisztítónak adott prioritást, hanem a Csepelinek, és hát szennyvíztisztító nélkül a csatornázást önmagában nem lehet elkezdeni. Nagyon éles vitánk volt a Szabaddemokrata városvezetéssel, de nem tudtunk megállapodni. Most jutottunk el oda, hogy végre megkapta a zöld utat a dél-budai szennyvíztisztító. A kormány végre, és ez is komoly fegyvertény volt, azt hiszem, kiemelt régiós programként küldte tovább az Európai Unióhoz a térség csatornázását, hiszen ez Érd vonzás körzetében 24 milliárdos beruházás. Úgyhogy most fog indulni, 2007 tavaszán, közepén indul meg a beruházás, és 2010-ig be is kell fejezni, hiszen akkorra fillérre pontosan el kell számolnunk majd az uniós forrásokkal. Tehát itt volt egy kis adósság, én azt gondolom, erről reálisan kell beszélni, hiszen, hogy mondjam, egy választási kampány nem csak dicsőséglistákról szól, hanem sajnos néha kudarcokról, amiről nem igazán tehet az ember, de mégsem tudta beváltani az ígéretét. Azt gondolom, ez is a realitáshoz tartozik.
Mi a helyzet a választókerület másik két településével, Diósdal, illetve Százhalombattával? Ugye Diósdot talán hajlamosak a képviselők kicsinek tartani, és választási szempontból annyira talán nem lényegesnek, mint Érd nagyvárosát, vagy akár Százhalombattát. Százhalombatta pedig gazdagvárosként van elkönyvelve, és én még emlékszem, hogy Érdem az ön elődjével kapcsolatban az egyik fő elégedetlenség az ott, hogy Battának szerzett kormányzati forrásokat bérlakásépítéshez, míg Érdnek kevésbé. Diósd, én ezt sokszor elmondtam, az én ízlésem szerint ez egyik legszebb vidéki település, főleg a belső részét tekintjük, de hogyha a beépült domboldalt fölfelé nézzük, akkor is egy nagyon szép település. De ahogy települnek be sokan Diósdra, ott is egyre inkább jönnek a problémák. Ott is a csatornázás óriási gond, és ott is ez megoldást jelent majd 2007-től, hiszen a felső részt is ezekből az Európai Uniós forrásokból lehet fejleszteni. Ott is gond az oktatási infrastruktúra szűkössége. Ott is a következő időszakban bizony óvodafejlesztésen, iskolafejlesztésen kell gondolkodni, mert az a 6 tantermes bővítés, ami az elmúlt ciklusban megtörtént, már most látszik, hogy kevésnek bizonyul. A humán infrastruktúra területén is Diósdon nagyon sokat lehet tenni, és a tervek készen állnak a polgármester úrral, önkormányzattal. Jól alakulnak a tervek, hiszen egy vadonatúj szabadidő sportközpont fog létrejönni, amihez ugyancsak komoly források mozgathatók. Éppen örömteli ma kaptam a hírt, hogy sikerült némi lobbizással ennek a sportcentrumnak a műfüves pályájához 37 millió forintos pályázati forrást nyerni a kormányzattól. Tehát itt is lépünk tovább, mert ezt megérdemlik a Diósdon élők. Ott is a humán infrastruktúra szempontjából kicsit komfortosabb lesz a település. Batta más egy kicsit, hiszen valóban egy gazdagabb település, jobb helyzetben, jobb start helyzetben volt, mint a másik két település, így ott nagyon látványos dolgokat nem is lehetett csinálni, pedig ott is sok minden történt, szociális otthont építettünk, az óvárosi részben szinte 100%-ossá tettük a csatornázást, és ott is most kezdődik a városközpont teljes körű felújítása, ami egy új városközpontot jelent, hiszen a művelődési központ, a sportcentrum, a polgármesteri hivatal, az ottani pártok háza új külsőt kap, szebbé válik Batta központja is. De hát további dolgok is történtek, amelyek ugye a panelpályázaton sikerült 8 közösségnek ugyancsak pályázati forrásból több mint 200 milliót szerezni. Tehát ott is lépegettünk, csak ott nem annyira látszik ez a fejlődés, mint a jóval nagyobb hátrányból induló esetében. Térjünk rá az elkövetkezendő 4 évre. Mit tart legfontosabb tennivalóknak? A csatornázást már említette, de ezen kívül miket tart reálisan elérhető feladatoknak a 4 évre megválasztása esetén? Az infrastruktúra fejlesztése terén a megkezdett munkák kijelölik a további utat, hiszen ahogy mondtam, a csatornázással összekötve az úthálózat feljavítása is most kerül majd napirendre. Itt megint nagyon kemény lobby munka vár a parlamenti képviselőre, hiszen ezt már EU-s pénzekből, de hazai alapokból is kell majd segíteni, támogatni. Ahogyan a csatornázás történik, úgy meg kell próbálni az utakat szilárd burkolatúvá tenni, hogy ezt az adósságot is lassan, lépésről lépésre le tudja a város. A vasúti aluljáró kapcsán mondtam, hogy az egész elővárosi vasút közlekedés, a busz közlekedés megújul az új pályaudvar révén. Új állomások lesznek, csendesebb, halkabb szerelvények, járművek, ahol persze kell, ott azért a zajvédőfalakat is fel kell tenni, ezt szigorúan nézzük majd mérések alapján, hol kell ezt megtenni. És hát ami az infrastruktúrában újabb nagy előrelépés lesz, az az ipari park kialakítása, kiépítése, hiszen már most tömegével jelentkeznek befektetők, beruházók, vállalkozók, szeretnék kihasználni az M6-os, M7-es, és a majdani teljes körben bezáruló M0-ás adta közlekedési lehetőségeket. Ráadásul a következő ciklusban Gyurcsány Ferenc ezt világossá tette, az egyik kiemelt állami program lesz az ipari parkok felerősítése, javítása, amihez megint állami források lesznek.
A humán infrastruktúrában szeretnénk tovább lépni, újabb iskolák bővítése, felújítása van napirenden. Most fogom megnézni a Gárdonyi iskolát, mert azt hiszem, az kell a következő állomás, hogy legyen. Ott meg kell nézni a bővítés, felújítás lehetőségét, de hát az óvodai területen is, én azt gondolom, érdemes a bővítésben gondolkodni. Felsőoktatást szeretnénk hozni, illetve ez régi vágyunk, ami a környék belieknek megadja a felsőfokú tanulmányok esélyét, lehetőségét. Ez mind-mind reális és megvalósítható program, mert ennek az alapjai lényegét tekintve megvannak már. Ami a megyei jogú városi létből adódik, rendkívül fontos. Szeretném, hogyha a bíróság ügyészség jönne Érdre, és már úgy próbáljuk tervezni a rendőrkapitányság új épületét, hogy abban ezek is helyet kaphassanak, illetve az egészségügyi szolgáltatás terén kell gyökeres javulást hozni, megnézve azt, hogy van-e esélyünk önálló kórház létesítésére, amely bizonyos területeken ellátást biztosít, vagy akár a szakrendelő teljes körű felújításával egynapos sebészetet beállítani. Ez olyan szakmai kérdés, amiben azért azt gondolom, egy új kormánnyal, a megyével, Pest megyei közgyűléssel, illetve vállalkozói körrel egyeztetetten kell lépésről lépésre ezt a fejlesztést elindítani. Jelölt úr, köszönöm szépen mai látogatását és bemutatkozását. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm szépen, és tartsanak velünk a további napokon is. Holnap dr. Csőzik Lászlót, az SZDSZ jelöltjét várjuk hasonló bemutatkozásra.